És akkor a stúdióban köszöntjük az első kerület polgármesterét, kezét Csalkalom Véna Szályi Márta vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Mi volt a legfrissebb, tehát a legutolsó ügy, amire azt szokták ugye mondani általában tisztségviselők, polgármesterek, akik valamilyen funkciót töltenek be, hogy dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Tehát mi volt a legutolsó ilyen csontváz? A legutolsó ilyen csontvázról nem sokára hírt fogunk adni, csak szeretnénk. Ezek szerint nem az a legutolsó, minden, amit tudunk. Minden részletének utána járni, és mind jogilag, mind kommunikációsan jól felépíteni a hírt. Álljunk meg itt egy gondolatra. Ez érdekes. Van valami nagy csontváz, vagy lesz valami nagy ügy, amiről már tudnak, de most még itt a stúdióban nem akarja elmondani? Így van. De mivel kapcsolatos? Lakásbérléssel, bérlakással kapcsolatos? Természetesen ezzel az egész önkormányzati működéssel, az előző önkormányzati vezetésnek a hozzáállásával kapcsolatos. De a lakásokról van szó? Amúgy? Nem. Vagy ezúttal nem. Másról, de korrupcióról, vagy felelőtlen pénzfelhasználásról. Igen. Ismert ember, ismert szervezet érintett benne? Milyen a polgármesteri hivatalon? Most vagy olyanok vagyunk, mint egy jó riporter, vagy két jó műsorvezető, vagy mint a barkobáznak, nem? Igen, az néha hasonló. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy most akkor azzal töltjük el reggelt, hogy kibarkobázzák ezt a kérdést. Hát ez a mi dolgunk. Arról, ami pedig már itt van az asztalon, és aminek minden részletét nyugodtan el tudom mondani. Én az előbb már kérdeztem, amikor kint találkoztunk a stúdióban a polgármester asszonnyal, hogy hogyan lesz egy lovardából konferencia központ, hogy mi is most végül a neve. Aztán konferencia központból néha lovarda esetleg. Szerintem úgy lesz, hogy egyáltalán nem volt semmiféle módon előkészítve ez a projekt. Pontosan az történt, amit én mindig is elmondtam, mindig is hiányoltam, hogy úgy született egy döntés, hogy azt semmiféle szakmai munka nem előzte meg. Ebben biztos? Biztos vagyok benne, mert hiszen maga a döntés az egyik pillanatról a másikra született. Nyilvánvaló, ugye én tájépítészmérnök vagyok, az építészszakot is elvégeztem. A szakmai körökben is vannak ismerőseim, tehát hogy elkészültek volna azok a tanulmánytervek, azok a vizsgálatok, amik szükségesek egy ilyen horderejű döntés meghozásához szerintem, akkor erről a szakma azért tudna, hiszen a munkatársak közül végezte volna valaki vagy valakik. Ilyen papírokat nem talált a hivatalban, amelyek ennek a döntésnek. Ezek ugye nem első kerületi döntések, ez kormánydöntés, tehát a lovat. Így van, igaza van. Tehát erről én nem is nem fog papírt találni a fiókban. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ugye ez a döntés az úgy született, hogy valaha ott volt ez a lovarda, ami szép volt, aztán a háborúba félig meddig lebombázták, és aztán a háború után született egy döntés, amely szerint nem megjavították, hanem teljesen lebontották. Azt gondolom, hogy így 70 év után lehet erről gondolkozni, hogy ez jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés. Lehet arról is gondolkozni, hogy visszaépítsük, vagy ne építsük vissza, de akkor ezt végig kell gondolni. Végig kell venni azt, hogy például arra a funkcióra, amiről ugye most nem tudjuk, hogy el lett-e döntve, szerintem nem lett el döntve. Tehát arra a funkcióra tényleg ez a legalkalmasabb épülete. El kell döntenünk azt is, hogy ennek a nagyjából eddig 6 milliárd forintnyi közpénznek, amit a miénkből beletettek ebbe az épületbe, valóban ez az optimális hasznosulása. Ezeket mind végig kell gondolni, és ezek után lehet egy felelős döntést meghozni. Én azt látom, hogy ez nem lett végig gondolva, ez már csak abból is látszik, hogy a funkcióját most keresik ennek az épületnek. Nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy mire készült, és beletettek úgy sok milliárd forintot, hogy az egyetlen szempont az volt, hogy valaha ez itt volt, és visszacsináljuk, és pont. Én azt gondolom, hogy ez egy felelőtlen döntés ebben Igen. a formában. Hát végig kell vinni ezt, akkor nyilván az ön részéről is. Minket most érdekelne az is, polgármester azt, mert nagyon sokszor, amikor a polgármester a vendégünk, ugye ők általában arról beszélnek, hogy az ő kerületekben élők hogyan tudnak jobban, kényelmesebben élni. Ez önöknél hogyan alakulna? Például ki tud, hogyan tud, majd milyen feltételekkel bérelni mondjuk a várban, ugye amiről mi beszéltünk, lakást, vagy akik eddig béreltek valamennyiért a várban lakást, és mondjuk önök azt gondolják, hogy ez messze nem etikus, erkölcsös vagy jogszerű, azoknak az élete hogyan változik meg? Nagyon nagy a különbség, hogyha valami nem jogszerű, ott fel fogunk lépni, és jogi eljárást kezdeményezünk. Hány ilyen eset van? Nem tudok darabszámot mondani, de vannak ilyen esetek. De mondjuk most csak egy esetek. Most vizsgáljuk fölött, ezeket. Nem tudom, egy és tíz között, 100 fölött.
Barkovás hangulatodban vagy. Teljesen barkovás hangulatban vagy. De nem mond semmi. Teljesen igazad van. Hogy abban a pillanatban tudok ilyen pontos számot mondani, amikor beadtuk a bíróságra mondjuk a feljelentést. Akkor meg fogom tudni mondani pontosan. Bocsak, ez tudom, egy televíziós azt műsor, itt azért általában azért hívjuk be a vendégeket, hogy mondjanak hírt, azt tudom mondani, hogy több tucat olyan eset van, amivel kapcsolatban vizsgáljuk, hogy kell-e jogi lépéseket tennünk. Több tucat, hát, az már egy konkrét szám. Tehát ezt tudom mondani, és amikor azt mondjuk, hogy igen, úgy döntöttünk, hogy ezeket a jogi lépéseket meg kell tenni, azt be fogjuk jelenteni, nem fogom titokban tartani, mert azt gondolom, hogy az, hogy ebben a kerületben hogyan használták a közpénzeket, és milyen módon éltek vagy éltek vissza azokkal a jogosultságokkal, amiket megkaptak az önkormányzat vezetői, ezt a nyilvánosság elé kell tárni. Nem lesz ebből titok, megígérem, hogy ezt azonnal el fogom mondani. Mit tart ön most a legfontosabbnak a kerület életében, vagy a kerületet érintő ügyek közül? Hadd fordítsam akkor meg a kérdést. Ugye nyilvánvalóan ez a lakástéma az egyik legfontosabb, legforróbb téma. Éppen ezért van az, hogy a jövő héten a testületi ülésen elfogadjuk az idei költségvetést, és utána rá tudunk fordulni tényleg a lakásrendeletnek a megalkotására. Már a lakáskoncepció vitaanyaga elő van készítve legnagyobb részt, ezt azonnal a lakosság elé fogjuk tárni, és elindítunk egy bevonási, egy társadalmasítási folyamatot, amelyben igenis meg fogjuk kérdezni minden kerületi lakót, aki részt akar venni ebben a munkában, hogy erről a koncepcióról mondja el a véleményét, tegye fel a kérdéseit, tegyen hozzá még javaslatot, árnyaljuk ezt a koncepciót, dolgozzunk ki egy olyan koncepciót együtt, aminek alapján aztán a rendeletet meg tudjuk alkotni. De miben lesz más mondjuk az első kerületnek az élete? Miben lesz más mondjuk az első kerületnek a közlekedése? Olvastunk olyat is, mi itt a Krisztinával, hogy sokat, nem tudom, ez a turistabusz, ugye, ami jön, megy, viszi a turistákat, amiből Budapest él, vagy akár mondjuk az első kerület is él. Ezeket szeretnék például korlátozni, a számokat, mennyiségüket? Igen, azt gondoljuk, hogy a turizmus az igen fontos ágazat. Nem szeretnénk a turistákat eltávolítani, vagy elüldözni nyilvánvalóan se a kerületből, se Budapestről. Viszont azt is gondoljuk, hogyha a turistabuszok és a turizmusnak a jelenléte nincsen a megfelelő módon kitalálva, szabályozva, leegyeztetve, akkor az mind az itt lakóknak az életét megkeseríti, mint pedig az idejövők is csalódni fognak, mert valami katyvaszt találnak a helyet, hogy egy kellemes hangulatú, jól szervezett utazáson vehetnének részt. Most ezen vagyunk, minden szakmai szervezettel, lehetőség szerint minden érdekelt féllel megpróbálunk egyeztetni, és a fővárossal is. Tényleg ezen dolgozunk, hogy hogyan tudjuk a turistabuszoknak a rendszerét átalakítani. Már van elgondolásunk, és bízom benne, hogy a fővárosi parkolási rendelet és a kerületi parkolási rendelet szabályozásával ez meg fog oldódni nagyon hamar. De miben változik? Már azt mondtam, már van. Igen, abban fog változni, leginkább, hogy megoldjuk azt, hogy ezeknek a buszoknak ne kelljen följönni a várba, ne kelljen följönni a Gellérthegyre, hanem a turisták a nagy buszok nélkül is megfelelő módon föl tudjanak jönni. Az mi, hogy gyalog, vagy gyalog. Jut eszembe a sikló. Annak rendeződik-e a sorsa? Körül is voltak elképesztő jogi-gazdasági viták. Igen, ez most tárgyalás alatt van. Most nem tudok még részleteket mondani, de folyamatos egyeztetések vannak ezzel kapcsolatban. Jó, tehát akkor a turisták gyalogosan mennének fel? Például gyalogosan is fel lehet menni. Én tényleg azt gondolom, hogy... az idős emberek, nagyon sok nyugdíjas turista érkezik Budapestre, akkor ők hogy? Ott a lift, tudod, pont erről szól a történet, hogy különböző kínálatot kell nyújtani. Lehet kínálatot nyújtani idős embereknek is, meg lehet kínálatot nyújtani nem annyira idős embereknek is. Én nem hiszem, hogy azon a kulcson múlik a budapesti turizmus sorsa, hogy minden ideérkezőt a Mátyás templom oltáráig viszünk-e busszal. A Mátyás templom oltáráig. Köszönjük. Csak annyit mondjam még egy időtávot, hogy amitre most nem tudott válaszolni, az nagyjából mikor fog kiderülni? Folyamatosan, tehát szerintem heteken belül. Heteken belül. Köszönjük. Köszönjük. Na, arra kíváncsi leszek. Hát nem csak én, hanem mindenki. Na, megyünk tovább a BKV ügyel, mert hogy nincs megegyezés a fizetésemelésekről a BKV-nál, már a kollektív vitáról szóló kezdeményezés is az asztalon van. A szakszervezetek továbbra is, ugye ezt már említettük, a 15%-os emelést szeretnék elérni, hogy elkerülhető például a munkabeszüntetés, arról majd Naszályi Gáborral, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével beszélgetek, de előtte mutatunk egy rövid összefoglalót.